Balanyi Károly, Bella Rózsa, Bedő Istvánné, csak pár művész azok közül, akiknek munkáit bemutatták a Művészet és Szakralitás című kiállításon pénteken este Budapesten a Józsa Judit galériában. Kecskemét megyei jogú város értékmegőrzési bizottsága és az Alföld idegenforgalmáért alapítvány közösen szervezett rendezvényén Kecskemét városvezetése nevében Lévai Jánosné önkormányzati képviselő köszöntötte a kiállító művészeket. Beszédében hangsúlyozta a béke fontosságát, és Szemereiné Pataki Klaudia polgármester köszönetét is tolmácsolta a kiállító művészek felé. A kiállítást ifjabb Gyergyádesz László művészettörténész nyitotta meg. Az alkotások szeptember 30-áig tekinthetőek meg Budapesten a Józsa Judit galériában. A kiállításról bővebb összeállítást a Híradót követő Kiemelő című magazin műsorunkban láthatnak.